Az Euronews nagy utazása Lengyelországban jár. A csaknem 37 milliós ország lakosságának többsége katolikus. Az egyház, a hitélet, a társadalom különböző szintjeit átszövi. Lengyelország adott pápát a katolikus egyháznak, Karol Wojtyla személyében. A kormányzó jog és igazságpártja is kereszténydemokrata. Az elmúlt időszakban azonban az egyház a papi erőszakkal, a pedofiliával került együtt a címlapokra. Ebben a politikai és közhangulatban alapította meg tavasz elnevezésű Európa Párti Szociáldemokrata formációját a lengyel parlament alsóházának korábbi képviselője, Slupszváros polgármestere Robert Biedron. A mélyen katolikus országban ő az első olyan lengyel politikus, aki vállalja, hogy meleg. Az LGBT közösség jogaiért többször kiállt, ami miatt politikai és gyakran fizikai támadásokat is át kellett élnie. Született vezető, mondja a tavasz egyik aktivistája. Karakteres, olyan, aki nem fél kiállni a nyilvánosság elé. Bevállal olyan témákat, amiktől mások rettegnek, mint például azt, ami a templomokban történik. Ő olyan, aki képes változást hozni az országban. Lengyelországban nincsenek mindenkinek azonos jogai. Vannak jogok, amik mindenkire érvényesek, de például a nők, az LGBT közösségek jogairól senki nem beszél, nem léteznek. Egy másik aktivista szerint a tavaszban és Robert Biedronban az a fantasztikus, hogy tudják, hogyan kell az emberekkel beszélni. Van idejük az utcán leállni és beszélgetni. A jog és igazság politikusait soha nem láttuk, hogy házról házra járnának beszélgetni az emberekkel. Robert Biedron partner és a nyilvánosság előtt éli az életét. Jogász, kiemelt területe az emberi jogok, a kisebbségek védelme. Újak vagytok. A tavasz nevet választottátok, és az első választás rögtön az EP választás lesz, amin indultok. Az a helyzet, hogy Lengyelországnak, ahogy Európának is szüksége van egy kis friss levegőre, új energiára, és a tavasz ezt a kettőt biztosan vállalja. Látná, hogy Európát megszállja a populizmus. Ahogy Lengyelországban, úgy Magyarországon, Olaszországban, Romániában és Görögországban is. Ez a mi ellenreakciónk, ha úgy tetszik. A válaszunk a populista mozgalmakra. Egy olyan Európát akarunk, amely odafigyel az emberekre, törődik mindenkivel, ezeket az értékeket képviseljük, mondta Krisztóf. Ahogy te is elhozod az európai híreket, mi is elhozzuk az európai tavaszt, mondta Robert. Ez a nagyon egyszerű válaszom. Frissességet, optimizmust hozunk. Valamit, ami a jövőről szól, ami progresszív, Európa és Lengyelország számára is. Itt az ideje, hogy elinduljon valami változás. Mielőtt megalakultunk volna, az összes kutatás azt mutatta, hogy a jobboldali populisták fogják kormányozni az országot az elkövetkezendő években. De most itt a remény, hogy megállítsuk a folyamatot. Egy kisváros polgármestere volt, és most egy mozgalom élén áll. Amerikában egy ugyancsak vállaltan meleg polgármester elindul az elnökségért. Elgondolkodott esetleg azon, hogy ön is elindul a jövő évi elnökválasztáson? Meglátjuk, most neki megyünk az EP választásoknak, aztán jön majd a lengyel parlamenti választás, aztán meglátjuk, hogy mi jön ki az egészből, mondta Robert. De megállíthatatlanok vagyunk. Itt az idő, hogy változzon valami. Élünk a lehetőséggel, vagy elbukjuk. Megyünk tovább Európa irányába, vagy irány kelet, Oroszország, Fehér Oroszország felé. Robert Biedron kritikusai szerint egy olyan konzervatív országban, mint Lengyelország, kevés esélye van. Ugyanakkor az egyik legelismertebb lengyel szociálpszichológus szerint lehet esélye. Robert Biedronnak megvan minden esélye a sikerre. Egy értékes ember. A világlátása pozitív, személye jót tehet a közösségnek, mindannyiunknak, mondta a szociálpszichológus. Vagyis meglátásom szerint nem szabad, hogy bekorlátozzuk magunkat. Ha egy ember bölcsen beszél, van benne érzékenység, és képes megmutatni a közösségi lét pozitív oldalát, akkor előbb-utóbb értékelni fogják. Nem csak ma, holnap, hanem holnap után is, a jövő hónapban, de lehet, hogy még a következő választáson is. A tavasznak tehát van még egy hete, hogy kiderüljön, mit gondolnak a politikájukról a választók. Vagy megnézzük mi is, de most folytassuk az utunkat tovább.